Sziasztok! Zozóka vagyok. Folytatom a játékot. Istenem, na jó van. Tehát csak nagyon meleg van, és csak a saját magamon nevetek már kínomba. Nagyon fontos az elején, hogy a múltkori, valamelyik múltkori részben beszéltem a Hindenburg katasztrófájáról, és bőven rosszul emlékeztem arra a dologra, hogy honnan kapta a hajó, ugye a léghajó a nevét. Tehát semmit ne higgyetek nekem, inkább nézzetek utána, ha valami érdekel. Jó, ez a lényege. Na jó van, menjünk. Itt vagyunk, még mindig Verdennél, és valamilyen tornyot kell nekünk hatástalanítani, ilyen ágyú tornyot. Menjünk le? Azt mondod? Oké. Aha. Ez most... jó. Oké. De hogyha én most rálépek, ugrani nem tudok. Tehát, hogy arra ne ássak, nem tudom, hogy mit akar. Na jó, rámegyek. Oké. Tehát arra ne ássak. Arra se ássak, arra már lehet ásni. Csak most nem tudom, mi a feladat. Hát természetesen majd meglátjuk. A kutyust miért fontos, hogy én oda átküldjem? Azt nem tudom, majd meglátjuk. Nem tudunk arra menni. A kutyust átküldtem. Azon gondolkodom, hogy ugye mutatja, hogy ott nem tudok ásni. Itt le tudok ásni. Hogy akkor a föld alatt kell... Ajaj. Aha, oké. Nem tudom, milyen időközönként fog majd jönni az a gőz. Aha, van annyi időm, hogy tovább ássam magam. Hoppá. Oké, gyorsan továbbásunk. Fölfelé kell menni? Szerintem fölfelé kell menni. Ó, de viszont sietni kellett volna. Na menjünk. Ott van a kutyus. Aha, ide kellett lehívni őt. Oda mindenféleképpen be kell jutni, rendítsek. Ajajajajajajajaj. Itt a gőzzel is szembe kell nézni, és a német... Ja, a német katonával nem kell szembenézni, mert... Aha, oké. Okay. És gyorsan le. Rendítsek. Oké, maradhat. Észre fog engem venni szerintetek? Észre. Oké. Akkor viszont... Kutyus magamhoz kellene valahogy hívni. Valamit megint nem veszek észre. Miért nem kezd el most az őr rőzsét hordani?
És csak ezt tudom neki mondani. Nézzük csak. Aha! Most. Gyorsan. Szerintem egyszerűbb, ha leütöm, ugye? Ti is úgy gondoljátok? Mint hogy elbújtam volna itt a fal mögé. Kell neki bábú. Szerintem... Ez miért fontos? Föltolom neki, gondolom megint lelángszorozza. Ez a gyakorlás, ez nagyon fontos. Na jó. Várjunk csak. Nem véletlenül van itt a dinamit. Gondolok arra, hogy a dinamitot bele kell majd szúrni a szalmabábúba, és az csinál valamit. Vagy itt a csövön kell fölküldeni a dinamitot. Ez mi csodi? Nagyon semmi, csak egy tárgy. Már jó sok tárgyat elhagytam, no problémo. Oké. A dinamitot... Majd gondolom a... Hú, milyen zajok vannak. Azt a mindenit. Hogy tudom ezeket viszont forgatni? Lehet, hogy most nekem kell a rőzsét vinni? Aha, nézzük csak. Vagy a rőzsét kell fölküldeni. A szalmabábú helyett. Nézzük csak. Oké. Gyere onnan, kutyus. Kutyust fölküldeném, nem örülne neki, ugye? Na nézzük csak. Nem. Kutyussal semmit nem lehet csinálni. Lehet, hogy ez a megoldása, nem tudom, most amúgy ötletem nincs. Na, srácok, meglátjuk, mi lesz ebből. Gondolom, akkor be kell gyújtani így a tüzet? Aha. Oké, van gőz. Az rendben van, de most hogy tudom forgatni a csöveket? Ja, bocsánat. Ó, azt a mindenit. Miért nem vágtam, hogy van az a... Van az a kalantyú itt fönt. Oké, zsoké. Kutyusra még mindig semmi. Most mi történik akkor? A program szerint, hogyha ugye föl küldök megint egy szalmabábút, aminek elég érdekes sisakja van, mert szerintem ez egy inkább egy német sisak. És hogy arra azt lángszorozza.
nem emlékszem, hogy a Antantnak ilyen sisakja lett volna, a Antant katonáknak. Na nézzük, mi történik. Aha, ez kell neki dinamit. És azt hogy viszem oda? No, itt vagyok, igen. Tehát lent nem tudok semmit csinálni, tulajdonképpen csak féltem a kutyát fölküldeni, mert hát ha megsüti, de nem. És akkor így lehet ugye átváltani a amerikai katonára, és akkor így már lesz gránátunk. Ez az. Ohohohoho. Ez az. Igen, tehát sejtettem, hogy ez lesz a lényege a küldinek. Csak én úgy gondoltam, hogy átváltunk majd Erikre, nem Erik, hanem Emilre. És akkor ő fölküldi a bábút, és úgy fogom meggyújtani a dinamitot, de nem. Oké. Okay. Ide megint be tudom küldeni a kutyust, akkor az ami azt jelenti, hogy valószínűleg úgy be is kell küldeni. Oké. Okay. Na nézzük ennek a kis nyominak a mozgását. Gyorsan. Ez az. Hoppá. Nézzünk ide be. Ah, ez már megint egy labirintus lesz. Akárhogy is nézem. Ott már, ha jól látom, akkor át lehet vágni magunkat. Egy tárgyat elhagytam mindenféleképpen. Mi ez? Ja, jó, felejts el. Ővele nem tudok ásni. Ugye? Így van, tehát ővele nem tudok ásni. Annyira nehezen észrevehető, hogy itt kell kimenni, hogy nagyon. Oké. Na nézzük. A katona hogy járőrözik. Nem biztos, hogy így kéne. Nem, hanem így, igen. Először megnézem, hogy mi van tovább. Úristen. Hát nem egy egyszerű eset. Akkor benézek először ide. Ugye vissza lehet menni? Nem. Ez most miért volt jó már megint? Sajnos... Egy... Ohohohoho. Kell dinamit. Le tudok menni én is így. Kell dinamit. A kutyus biztos, hogy nem szabad ott hagyni. Kutyus mit tud itt nekem csinálni? Várjatok? Ennek nem tudom, hogy mi értelme van megint. Mindjárt megnézzük. Aha, akkor most küldöm át a kutyust. Kutyus. Annyi. Alul meg én is látok menni. Tehát teljesen úgy csapódott be az az ajtó, hogy na az olyan csapódás, hogy ott nem lehet visszamenni. És tehát nem szeretem az ilyeneket a játékokban, mert akkor figyelmeztessen valahogy arra, hogyha ott bemegyek, akkor nem tudok már visszamenni. És ugye valószínűleg, hogy ott hagytam el valami fontos dolgot esetleg. Van mentés. Srácok, mit szólnátok ahhoz, ha én most itt abba hagynám a videót? Nem tudom, ez még szerintem egy nagyon hosszú rész lesz. És akkor valószínűleg kétszerre fogom fölvenni, jó? Mert láttam ugye, hogy ki volt írva, hogy saving. Tehát, hogy mentés.
Gyorsan megnézem, hogy hát ha van esetleg új. De nincs. Igen. Dumonderőd, így van. Volt ott Verdönnél. Érdemes olvasgatni a ilyen Origo, meg Indexeket, mert elég sok ilyen szösszenet van az első világháborúval kapcsolatban is, ugye az, és általában nagyon jókat írnak róla, tehát hogy nem azt arról írnak, amit a történelem könyvekben olvashattunk, hanem tényleg ilyen érdekességeket, és ez nagyon jó. Oké. Okay. Igen. Fiúk, lányok, körülbelül akkor 20 percet vehettem föl, és akkor innen fogom folytatni. A héten ugye megint 3 rész lesz, igyekezni fogok. Hát szerintem ebben a hónapban az meg is lesz ez a játék. Ja, igen. Nos, köszönöm szépen a figyelmet, egyetek sokat, legyetek kövérek, sziasztok!